Sziasztok! Mai Photoshop videómban egy népszerű eljárással fogunk megismerkedni, méghozzá azzal, hogy hogyan lehet porcelán hatású bőrt létrehozni egy fotón. Teljesen más módon fogjuk megnyitni a fényképünket a megszokottól, ugyanis a Camera Raw modulját fogjuk használni itt a Photoshopban. Ezt megtehetjük úgy, hogy a File menüsorból kiválasztjuk az Open As lehetőséget, rákattintunk a képünkre, amelyet fehéríteni szeretnénk, és itt az Open As lenyíló kis palettából kiválaszthatjuk a Camera Raw lehetőséget, és nyomjuk meg a megnyitás gombot. Ekkor a fotónk Camera Raw módban fog megjelenni. A Camera Raw-ban nekünk szükségünk lesz a HSL Grayscale lehetőségre, vagyis a Hue Saturation és a Luminance fülecskékkel fogunk játszani. Az eredeti kép az így nézett ki, visszatolom én mindenhova nagyjából nulla értékre a csúszkánkat. Tehát ez volt az eredeti képünk, és ezt szeretnénk mi most fehéríteni. Egyszerűen a saturation értékeket fogjuk állogatni, állítani, a red értéket visszaveszem egy kicsit, az orange szintén a narancs árnyalatokat, egy kicsit a lilát is. A lényeg az, hogy fehéredjen a bőr, de azért a szemszín, illetve az ajkak színe megmaradjon, az ne zavarjon minket, hogy még itt a lány füle azért ilyen pirosas, azt a következő lépésben el fogjuk tüntetni. Most váltsunk a Luminance értékre, és az Oranges csúszkát húzzuk egy kicsit feljebb, a Red értéket is nyugodtan feljebb tolhatjuk. Itt a csúszkákkal kell játszani, ez nagyon fotófüggő, hogy melyik csúszkát mennyire húzzuk, ezt látni kell, gyakorolni, és akkor az ember már tudni fogja, hogy mely értékeket kell majd visszább vagy nagyobb értékekre venni. Ezután, ha ezzel megvagyunk, akkor egy trükkhöz fogunk folyamodni, méghozzá azt, hogy ezt a fotónkat intelligens objektumként fogjuk megnyitni. Ehhez nem kell más tenni, mint a Shift gombot lenyomva tartjuk, akkor ez az Open Image felirat, Open Object feliratra fog változni, kattintsunk rá, és kimentünk a Camera Raw modulból, rátértünk a Photoshopra, és intelligens objektumként nyitottuk meg a fotónkat, hogy bármikor, ha duplán kattintunk rá, akkor visszatérhetünk a Camera Raw modulba, és még állíthatunk az értéken, ahogy szeretnénk változtatni valamit, de anélkül tehetjük ezt meg, hogy az eredeti fotónk az sérülne. Ezután csinálunk egy másolatot, vagyis az intelligens objektumot lemásoljuk, egyszerűen álljunk rá, és nyomjuk meg az egérnek a jobb gombját, és válasszuk a New Smart Object via Copy lehetőséget, ekkor lemásoltuk az intelligens objektumunkat. Most, hogy van másolatunk az intelligens objektum rétegről, külön is szerkeszthetjük őket, csak duplán kattintsunk a rétegnek a bélyeg képére, és megnyílik ismét Camera Raw modulban a kép, majd megint váltsunk a HSL panelra, majd a Saturation lapra, és húzzuk a red, tehát a vörösök csúszkát balra húzzuk, addig, amíg a piros szín el nem tűnik. Így. Nekem teljesen el kellett húznom balra. Ha ezzel megvagyunk, és elégedettek vagyunk a változásra, akkor nyomjuk rá az OK gombra. Ezután az Alt billentyűt lenyomva tartva kattintsunk az Add Layer Mask ikonra Layers panel alján, egy fekete maszk mögé rejti a rétegünket, majd
Figyeljünk arra, hogy az előtér színünk fehér legyen, válasszuk a brás, vagyis az ecset eszközt, és egy közepesen lágy ecsettel fessük át vele a még vöröses területeket. Itt ugye a lány füle. Kimaradt. Akkor még egy kicsit van arcpír, azt is eltüntetjük. Én most úgy vagyok velem, hogy az ajkaknak a színét meghagyom. Itt is maradt egy kicsi. Egy kicsit itt a szem környékére. Kisebbre vesszük az ecsetet. És azért még maradtak egy kis vöröses foltok. A homlokon is. Egy kicsit. Ez a kék fülbevaló ott maradhat. Mondjuk egy kicsit itt. Így. Fogjuk rá, hogy eltüntettünk minden vöröses részt a fotónkról. Most pedig azt fogjuk tenni, hogy másoljuk le az eredeti háttérréteget, hogy visszanyerhessünk egy kicsit az eredeti színekből. A Layers panelen kattintsunk az egér jobb gombjával az alsó intelligens objektum rétegünkre. Hoppá. És válasszuk a New Smart Object via Copy parancsot a megjelenő helyi menüből, és ezt a lemásolt rétegünket húzzuk a rétegverrem tetejére. Ezzel meg is vagyunk. Most pedig duplán kattintunk, és ismét visszatérünk a Camera Raw modulba. Azért volt szükség visszamenni a Camera Raw modulba, hogy egy kicsit visszaállítsunk a képet abba az állapotba, ahogy megnyitottuk az első megnyitáskor. Ez nem kell más tenni, mint a Camera Raw panel menüjéből, a jobb felső sarokból, ha jobb a rákattintunk, válasszuk ki a Camera Raw Defaults lehetőséget. És visszakaptuk az eredeti fotónkat, ahogy azt annak idején megnyitottuk. Most csak egyszerűen kattintsunk az OK gombra. Ezután adjunk ehhez a fotóhoz egy fekete rétegmaszkot, nyomjuk meg az Alt gombot, és a Layers panel alján az Add Layer Mask ikonra kattintva egy fekete maszk mögé rejtettük a képünket. Most előhívjuk a színeket, méghozzá a hajat. Fontos, hogy az előtérszín fehér legyen, lágy méretű ecsettel dolgozunk. A vezérlő sávon én visszaállítom 100%-ra az ecsetnek a átláthatlanságát, és átfestem a hajat. Itt nagyon vigyázni kell a haj átfestésével. Ha már a homlok közelébe jutottunk, akkor lehetőleg nagyon vékony ecsetet használjunk, kisméretű ecsetet, hogy át tudjuk festeni, ráközelítünk. Fessük vele egy kicsit. Nem kell megijedni, ha belelógtunk a bőrbe, akkor X gombot lenyomjuk, az előtérszín most fekete lett, és akkor kicsit kijavítjuk. Fogjuk rá, hogy én most előhívtam a hajat, illetve az ajkak vörösségét is elő fogjuk most hívni, ugyanezzel a módszerrel, ahogy a hajnál tettük.
hiszen az eredeti fotón a lánynak a rúzs színe az pirosas-vöröses volt. Ilyenkor, ha az ajak zugokhoz érek, akkor egy kicsit a ecsetem átlátszatlanságát lejjebb veszem. Ha kimegyek, egyszerűen X gombot nyomva kiradírozom. Úgy. Egész jól néz ki. Ezután csökkenthetjük a rétegünk átlátszatlanságát. Lejjebb veszünk, mondjuk így megfelel. Most pedig összeolvasszuk a képünket, egy egyesített réteget hozunk létre. Ez nem kell mást tenni, mint lenyomjuk a Ctrl-Alt-Shift-E billentyű kombinációt, és egy lapított réteget hoztunk most létre. Itt a réteg verem tetején meg is jelenik. Ezután a szokásos bőrlágyítási technikákat is végrehajthatjuk vele. Az apró bőrhibákat ezen a fehérített részen is el tudjuk tüntetni. Használhatjuk a healing brush vagy a spot healing brush ecseteket, illetve ha villámgyors bőrlágyítást szeretnénk végrehajtani, akkor a jól megismert módon ezt én gyorsan meg is tehetem, hiszen pár pillanat. Az egyesített rétegünknél válasszuk a Filter Blur, Gaussian Blur lehetőséget, állítsunk nagyjából ilyen 20-as értékre, mondjuk így, nyomjunk egy OK-t, Alt billentyűt lenyomva tartva Add Layer Mask ikonra kattintsunk, kiválasszuk az ecsetet, fehér előtér színnel átfestjük, és egy persze a vezérlősávon 100%-os legyen az ecsetünk átlátszatlansága, és akkor így egy lágyított, fehérített bőrt kapunk. Hogy már az előző videómban is elmondtam, ennél az egyszerű, gyors, alapszintű bőrlágyítást hajtok most ezen a képen gyorsan én végre, hogy azért lássuk, hogy nem hiába dolgoztunk, és a végeredmény az igazán magáért fog beszélni. Egy kicsit lejjebb veszem én a layers-ünknél az átlátszatlanságot, és elkészültünk a remek művel. Ilyen volt az eredeti fotónk, és ebből csináltunk egy porcelán hatású bőrt a lányon. Ha tetszettek a videóink, akkor iratkozzatok fel rá, minél többen. Sziasztok!